Sziasztok, Kozák utca vagyok, gyertek, ismerkedjünk még egy kicsit jobban, tartsatok velem! Ha annyit mondok, hogy mondjuk a baleseti sebészeten elég gyakran voltunk, akkor azért bizonyítja, hogy elég örökmozgó voltam. Úgyhogy nyilván, hogy a sport az eléggé hamar így az életünk része lett. Én elég sok mindent kipróbáltam, kosaraztam, vívtam, aerobikoztam, trambolinoztam, ilyes voltam, de valahogy egyik se fogott meg annyira, mint amikor kerültem az atlétika pályára. Volt ott egy baráti társaságom az iskolán kívül is, mind a mai napig tartja a kapcsolatot, például tavaly októberben az egyik lánynak az esküvőim voltunk, edzőmmel meg voltunk rá hívva, és tényleg így azért amennyire tudunk, találkozgatunk. Elég hamar kiderült, hogy tehetséges vagyok benne, gyorsabb voltam, mint a többiek, és a kis apró sikerélmények gyerekként azért azok nagyon hozzátettek ahhoz, hogy még mind a mai napig ott vagyok a pályán. Csak én nagyon gyerekjáték volt, amikor volt kedvünk, akkor elmentünk edzésen, nyilván egy csomószor edzés helyett mászkáltunk, és anyukáink azt hitték, hogy mi edzésen vagyunk, és aztán kiderült, hogy amúgy már egy hete nem voltunk ott helyettem, nem csináltunk semmi rosszat, csak úgy bandáztunk, együtt voltunk. És utána átkerültem 13 éves koromban mostani edzőmhöz, Suba Lászlóhoz, és ő azért látta bennem, hogy van valami, hiszen édesanyámat behívta, vagy felhívta a telefonon, hogy beszélnek, és mondta, hogy ha ez a lány komolyan veszi, akkor egészen sokáig el tud jutni. És akkor ott elkezdtem azt tudni, hogy komolyan venni, de minden nap lejártam edzeni. Úgyhogy ő volt az, aki felfedezett, és azóta is együtt dolgozunk. Én 15 éves koráig nem nagyon mondogattam ilyet neki, hogy te tehetséges vagy, te jó vagy, te nagyon jól tudod csinálni. Volt egy nagy ellenfele, akitől mindig kikapott, mindig második volt, még a későbbiekben is. És őt azt fűtötte, hogy azt ő egyszer meg akarja, na most már meg kell, a következőben meg kell venni. Tehát mindig ezek a kis potenciális dolgok hajtották őt előre. Illetve hát 16 éves korában volt az első olyan mondatom, amikor egy edzésen nem úgy cselekedett, mint ahogy kellett volna. És én akkor azt találtam neki mondani, hogy Luca, menjél haza, és majd akkor gyere vissza, hogyha ezt te komolyan akarod csinálni. Én a gátelen kicsit tiltakoztam az elején, és volt ilyen, akkor még ilyen serdülő három próba volt, és ott a 80 gátelen, hogy meg kell csinálni. És nagyon tiltakoztam, hogy jaj, én nem akarom, mert félek, vagy elesek, még ilyen általános problémák voltak a gátfutással, és emlékszem, hogy a régi Puskás stadionban volt ez a verseny, és odaálltam a rajthoz, beértem, és akkor ez a én tudok gátazni, ennyi volt így a reakcióm, hogy így annyira szépen végigmentem. Onnantól meg tényleg ez így egyértelmű volt, hogy nyilván mind a mai napig szoktam mondjuk 100-an indulni, 200-an már kevésbé, de hogy a gát a főszem, és mellette akkor néha sprintelkedek egy kicsit. Én nagyon nem szeretek futni, nagyon utálok futni, és magában az edzésben is, amikor részt elvozunk, aztán a legkevésbé kedvelt rész. Viszont pont az a jó gátfutásban, hogy nem csak abból áll, hogy mondjuk futunk folyamatosan, és mondjuk egy 30 méter, egy 60 méter, ezt tökre élvezek, ugye akkor gyors vagyok, akkor érzem azt, hogy haladok, az egy nagyon jó érzés, viszont a futás az egyáltalán nem a kedvencem. Szerintem az atlétika ugye minden sport legalapja, és én kicsit azt vallom, hogy szerintem bármelyik másik sportban is előnyére válik a gyereknek, hogyha csinálja, hiszen nagyon alapkészségeket fejleszt. Nagyon élvezhető mondjuk az, hogy van egy verseny egyből már kiskorban is, hogy ki a leggyorsabb, mert nagyon sok gyerek ugye alapból játszik, hogy ki a leggyorsabb, ki tud a messzebbre dobni. És igazából az atlétika az erről szól, hogy egyből versenyezünk, hogy ki tudja a legegyszerűbb dolgokat a legjobban megcsinálni. A másik szem, ami nagyon jó, az, hogy teljesen objektív. Tehát nem függsz attól, hogy mondjuk az edző becserél egy csapatban, van a neved, mert egy időeredmény, és ez a világ bármelyik pontján annyinak számít. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó dolog. Rendesen megmutatja, hogy te mire is vagy képes. A mostani személyiségemet azt nagy részben azért a sportnak, az atlétikának köszönhetem, hiszen iszonyat nagyon bizalmat adott. Nyilván ugyanúgy elmentem bulizni fiatalabb koromban, mint a kortársaim, viszont volt egy rendszer az életemben, ami szerintem tök jó volt. Kell egy nagyon nagy önbizalom, egy nagyon nagy makacság és önfejűség, hiszen egyedül vagy úgymond is véghez kell vinned azt, amit elterveztél, tehát én azért elég makacs, elég önfejű vagyok. Nagyon versengek szinte az élet minden területén. Nagyon szeretek nyerni, nagyon akarok nyerni. Amúgy nagyon optimista vagyok, de nyilván tehát a versenyzés is formált engem. Alapból én jó versenyzőnek mondom magamat, fejben is erős vagyok, fel tudom magamat szívni egy adott versenyre, tudok nagyon koncentrálni. Rengeteg szituációban voltam már, ezek is alakítottak, és egy tapasztalt, rutinos versenyző vagyok most már, azt lehet mondani. Azoknak, akik így kacérkodnak azzal, hogy ők tényleg élsportolók akarnak lenni, vagy már el is indultak ezen az úton, azt üzenem, hogy ne adják fel. Ez a fejlődés az nem ilyen, hanem
még csak ilyennek sem lehet nevezni, vannak fent, lent, és ezeket, ha átítalja az ember, akkor szerintem eléri azt, amit akar. Én pont ezt szeretem benne, hogy folyamatosan történik valami, utazok, új helyeken vagyok, új embereket ismerek meg, versenyről versenyre járok edzőtáborokból, úgyhogy most tényleg így a családom, meg a közeli barátaim, azok pontosan tudják, hogy ez mivel jár, és teljesen megértőek, teljesen támogatóak, úgyhogy emiatt nagyon szerencsésnek mondom magamat. A párkapcsolat, nekem a barátom már majdnem 4 éve Pásztor Bencő kalapácsvető, úgyhogy úgymond könnyű dolgom van, hiszen ő is ugyanebben a ritmusban él. Nem mondom, hogy rengeteget tudunk találkozni, de mindig úgy alakítjuk, hogy tudjunk minél többet együtt lenni, de teljesen meg tudjuk érteni egymást, hogyha valami van a másik, akkor tényleg tudjuk egymásnak ventilálni, és meg tudjuk beszélni dolgokat, úgyhogy ilyen szempontból nagyon kiszerencsésen alakult ez a része is az életemnek. Nyilván azért nálunk is központi téma és kérdés a sport, az edzés. Verseny után is azért az első között van, akit felhívom, ő és engem. Néha azért egymásra rászólunk, hogy jó, akkor elég az atlétikából, most ma már nem beszélünk róla, de nyilván mind a kettőnek eléggé központi téma az életében ez, úgyhogy sok szó történik erről. Ez a sport. Én szeretnék egy nagyon szép nagy családot. Én úgy indultunk, hogy 4 gyereket szeretnénk. Bence ezt már szépen azt mondta, hogy 2 is majd meglátjuk. Én eléggé családközpontú vagyok, eléggé összetartó családunk van, nagyon jó kapcsolatunk van, úgyhogy mindenféleképpen a sport után szeretnék gyerekeket, szép családot, de ezt majd meglátjuk, ezt tényleg majd a sport után, hogy fog összejönni. Ilyenkor, ha versenyszezon van, akkor kicsit azért nyugalmasabbak már a napjaim, amikor itthon vagyok, hiszen kevesebb edzés sem van, mint mondjuk egy alapozási időszakban, úgyhogy általában egyet edzek ilyenkor, de alapozási időszak van, akkor ez kicsit feszítettebb azért, hogy akár napi 2 edzés is van, vagy nagyon sokat edzőtáborozom, hogy akkor meg teljesen más nem is vagyok itthon. Örülök, hogy van egy kis idő magamra, és olyan tényleg a klasszikus értelemben hobbira, most nem tudom, hogy férne egyáltalán bele az időmbe. A edzőm Laci bács mindig azt mondja, hogy következő életében kozákéknál szeretnek kutya lenni, mert annyira jól vannak tartva szerintünk, hiszen van 2 kis tacskó keverékük, azért az ágyban alszanak, kanapéra feljönnek, tehát eléggé, ez egy megosztó téma, tudom, de nálunk teljesen belefér az, hogy velem alszik mondjuk, vagy éjszaka közepén bejön és ott alszik a lábamnál, tehát ezek nálunk teljesen beleférnek. Amúgy hátul vannak kecskék, szürkemarhák, racka, baromfi, úgyhogy tényleg így jó néha hátra menni, és egy kicsit tudja az állatok természet közelbe lenni. Bab! Valamit megint szerzett. A legjobb az, hogy itt csomószor nincsen térerő, úgyhogy van olyan, hogy még a telefonom se csörög, és akkor nem zavarnak, csak akkor visszahívok valakit, amikor ilyen akarok, hogy ez is egy jó dolog benne. Nyilván ez nem idegesítő, hogyha valaki el akar érni, és 3-szor hív, és nem tud, de ezért néha az is jó, hogy tényleg itt teljesen ki tudok kapcsolódni. Babó! Babóka! Ő lédi, ő eléggé különleges bocit meg lehet simogatni. Ki az anyukája volt, majdhanem az első bocit, úgyhogy ő tényleg ő. És belőle soha nem lesz kaja. Egyáltalán nem félek tőlük. Nyilván tudom, hogy mondjuk egy szürke marhával azért kell egy 3 méteres, 3 lépés távolságot tartani, hiszen nem feltétlenül a legkezesebb állatok, viszont azért szerintem ők nem bántanak soha senkit, csak inkább óvatosnak kell lenni. És tényleg szerintem érző, hogyha valaki úgy megy feléjük. Ami okos állatok nagyon. Tehát azok okosak, ugye? Az egyéni sport az olyan, hogy amit te beleraksz, azt nagyjából ki tudod venni. És hogyha mondjuk elmegyek bulizni, akkor pontosan tudom, hogy lehet, hogy 1-2 napig nem tudom megcsinálni ezt az edzésmunkát, és most nem akarok saját magammal kitolni, hogy elrontom azt a rengeteg munkát és áldozat, amit beleraktam. Nyilván, amikor egy kis pihenőm van, akkor én is el szoktam menni, de pontosan tudom, hogy ez mondjuk a szezon végén fér bele, nem pedig a szezon közepén vagy egy felkészülési időszakban. Nyilván vannak jó pillanatok, meg rossz pillanatok. Én így sose éltem meg igazából, hogy nagyon nagy áldozatokat kellene hoznom. Egyszerűen tudtam, hogy ez a munka, ami most van, ezt egy bizonyos korig tudom csinálni, ezt nem tudom 60 éves korom, még addig viszont csináljuk akkor rendesen. Vannak olyan pillanatok, amikor egyáltalán nincs kedvem lemenni a pályára, és annyira nem is megy az edzés, vagy lelkileg nem vagyok olyan jó pazap. Nagyon szerencsés vagyok, hogy tényleg van egy olyan családi hátterem, egy olyan baráti körülmény, egy olyan párom, és egy olyan edző nem utolsó sorban, akik mindig mellettem vannak, és amikor azt érzik, hogy én egy kicsit lentebb vagyok, vagy mélyebben vagyok, akkor ők próbálnak visszahúzni, és tényleg ők segítenek, úgyhogy emiatt nagyon hálás vagyok nekik, hogy ilyen emberekkel vagyok körülvéve, és tényleg hát Laci bácsi is egy
fantasztikus edző és pedagógiailag és emberileg is így úgymond a második apukám, hiszen ő is ugyanúgy akarja ezt, mint én, és nem csak kírja az edzést és megcsinálom, hanem ő is ugyanúgy gondolkozik, ugyanúgy agyal, ugyanúgy készül, ugyanúgy megviseli, hogyha rosszul megy nekem, ugyanúgy örül velem együtt, hogyha jól megy, úgyhogy ez egy ilyen nagyon szépen egy partnerként megyünk előre, és szerintem ez a mi kis titkunk amúgy, hogy nagyon támogatjuk egymást, és bármi van, akkor azt megpróbáljuk megbeszélni, és tényleg nagyon szerencsés vagyok, hogy ilyen edzőm van. Mi mindent meg szoktunk beszélni, mindent tudunk egymásról, nincsenek titkaink, sem a magánéletünkről, sem pedig a pályán, tehát mi kölcsönösen mindenféle dolgot meg kell, hogy beszéljünk. Akkor érzem én is jól magamat, meg úgy érzem, hogy most már ő is. Nem mindig azt mondom, hogy ha boldog az edző, akkor a tanítvány is boldog. Ha az edző feszült, az ugyanúgy az edzésre ki szokott jönni, úgyhogy nagyon fontos, hogy az edzőnek is jó legyen, és akkor nekem is jó lesz. De Lacibával nagyon vicces utazni, azt úgy tudni kell, tehát, hogy szeret itt hol lenni, szereti a saját kis életét, viszont miattam kilép a komfortzónájába rendesen, például elmentünk Dél-Afrikába edzőtáborozni, és tehát vele mindig történik valami. A lábán kijöttek körülbelül a másik nap ilyen kiütések, és hát ott voltunk Dél-Afrikában, teljesen bepánikolt, hogy bementek egy kórházba, és ott tényleg ilyen beteg emberek közé befektették őt. Mindenki fotózgatta Lacibát, hogy ott befekült, kiderült, hogy semmi baja nincsen. És azóta is vannak kiütések a lábán, ezt zárójában megjegyzem, tehát hogy ez nem múlt el ott. De igen, azért vele vannak jó sztoriaim. Nyilván egyéni sport, viszont nagyon fontos az, hogy edzőtársak. Például van egy lány, Schmidt Lilla, vele szoktam gátazni, ő most első éves junior, tehát ha gyorsan hiszem, hogy 8 év van közöttünk, viszont nagyon jó, hogy ott van edzésen, tudunk beszélgetni. Neki is jó valamilyen szint, hogy ott vagyok, tudom húzni, úgyhogy nem egyedül vagyok edzésem. A kedvenc emlékem így a karrieremből az a 2020-as July Memorial, akkor döntöttem meg először, most meg másodjára az országos csúcsot. 12.76 volt ez a csúcs, és azt mondja, 1986-os, tehát hogy nem egy mai csúcs volt. És én már szemezgettem vele, pontosan tudtam, hogy mennyi ez a csúcs, és úgy voltam, hogy azért ez egy olyan eredmény, amivel még mind a mai napig azért ott lehet lenni az európai, de akár a világ élmezőnyében is, és hogy milyen jó lenne, hogyha egyszerűen ezt megdönteném. Münchenei Európa-bajnokság, most egyértelműen az így, ami a szemem előtt lebeg, ott az, hogy én döntőbe kerülök, azt így saját magammal szemben ilyen alapelvárásnak gondoltam és tűztem ki, viszont egy nagyon sűrű mezőny van, hiszen nagyon sokan vagyunk azonos időeredményekkel. Viszont én küzdeni szeretnék azért, hogy az érem az meglegyen, és minél fényesebb akár. Utána a 2023-as év az majd egy felettebbével fog kezdődni. Utána meg ugorunk el augusztusra a budapesti világbajnokságra, ami az évnek a főversenye lesz. Ott is szeretnék még minél jobb futást kihozni, nyilván egy VB teljesen más, mint egy EB, azért sokkal erősebb mezőny van. Nekem az nagy álmom, hogy VB-n vagy olimpián döntőt fussak, úgyhogy ez így a cél, hogy tényleg képes legyek arra, hogy a legjobbak közé oda kerüljek így a világban is. Nyilván teljesen más ez hazai pályán, amikor ráadásul tényleg tudják, hogy ki vagy, és neked szurkolnak, hiszen hazai vagy. Én bízom benne, hogy nagyon sokan kint lesznek, és kicsit jobban megismerik az atlétikát ezáltal, hiszen ez egy olyan sport, ami szerintem sokkal izgalmasabb élőben, mint mondjuk tévén keresztül, mert tévén keresztül nem olyan ki az, hogy mondjuk mennyire gyors egy 100-as sprinter, vagy hogy egy 80 méteres kalapácsvetés mennyire nagy, úgyhogy szerintem ez egy nagyon nagy lehetőség nekünk atlétáknak is, hogy megmutassuk, hogy ez mennyire izgalmas, mennyire változatos, és mennyire nézhető és élvezhető sport. Én személy szerint nyilván nagyon várom, hiszen én 27 éves leszek, ami nagyon ideális kor arra, hogy jót fussak, úgyhogy én bízom benne, hogy meg tudom mutatni a hazai közönségnek, hogy ki ez a Kozák utca és mire képes Kozák utca.